De mi az, amit nem mondott el? Mi volt az a titok, amiről senki nem tudhatott? Mi történt november 1-i eltűnése és 4-i visszatérése között? 1956. november 1-e a magyar forradalom egyik legdrámaibb, legturbulensebb napja. Kádár a Nagy Imre kormány úgynevezett szűkebb kabinetje résztvevőjeként lényegében egész nap reggeltől estig a kormányülésen vesz részt. A téma tulajdonképpen egyetlen egy pontból áll a napi rend. Hírek érkeznek, hogy a szovjet csapatok újra bevonulnak az országba. Mi a teendő? Miután Andropov, a szovjet nagykövet nem tudott elfogadható magyarázatot adni a csapatmozgásokra, a kormány úgy döntött, hogy előre menekül, és Nagy Imre bejelentette a rádióban Magyarország kilépését a Varsói szerződésből. Utána Kádár, a kommunista párt új vezetője is megszólalt. Kedves hallgatóim, Kádár János szól a magyar néphez. Kádár Nagy Imréhez hasonlóan azon kevés kommunista politikusok közé tartozott, akiket a közvélemény nem azonosított a Rákosi diktatúrával. Ezt annak köszönhette, hogy koncepciós per áldozataként éveket ült a rendszer börtönében. Akkor szabadult, amikor Nagy Imre miniszterelnökként elkezdte kiengedni a politikai foglyokat. Beszédében Kádár dicsőséges felkelésnek nevezte a forradalmat, ami egyáltalán nem arra utalt, hogy ő még aznap átállna a megszállókhoz. Mire azonban a felvételről lejátszott beszéd elhangzott, Kádár addigra eltűnt. Hiába keresték, még a felesége sem tudta, hol van, mi történt vele. Csak annyit sikerült megtudni, hogy Münich Ferenc belügyminiszterrel a budapesti szovjet nagykövethez indult tárgyalni, ám útközben nyoma veszett. Kádár számára ez a visszautasíthatatlan meghívás nem csak váratlan, de megalázó is volt, amit a szovjet vezető kétségtelenül tudatosan alakítottak így. Nem számított, akart-e menni vagy sem. Vitték. Fogolyként szállították Moszkvába. Kádár, aki nem tudott oroszul, nyilván ez alatt az út alatt azért magában mélyedhetett és elgondolkodhatott azon, hogy vajon milyen sors vár rá. A szovjetek azért hozták Kádárt és Münichet Moszkvába, hogy vezetőt válasszanak a forradalom leverése utáni időkre. Bár Rákosi készséggel visszatért volna a hatalomba a szovjet csapatokkal, a Kreml urai új arcot szerettek volna Magyarország élére. De még nem tudták kit. Castingoltak. Azt mondták, hogy a két személy között az a különbség, hogy Münich Ferenc Rákosi alatt nagykövet volt Moszkvában, Kádár pedig börtönben ült. Tehát a Kádár imidzse a magyar lakosság körében ebből a szempontból jobb volt, mint Münichnek. Ő akkor még nem tudhatta, hogy a forradalom leverése már eldöntött tény. Különben nem győzködte volna a Kreml urait, hogy Magyarországon az emberek nem a szocializmus, hanem a Rákosi diktatúra ellen lázadtak fel. A Nagy Imre kormány megdöntését pedig kifejezetten ellenezte. Kádár akkor találkozott először a szovjet kommunista párt vezetőivel, korábban semmilyen moszkvai kapcsolata nem volt. Nem tudhatta, kikkel is áll szemben, nyilván ezért hihette naivan, hogy lebeszélheti őket a katonai bevonulásról. Már itt, Moszkvában fellépett a túlzott megtorlás ellen, nem győzte hangsúlyozni, hogy Magyarországon az egész nép megmozdult. Szóba kerültek a felkelésben résztvevő pártagok és Nagy Imre is. Azt maga Kádár is kérte, hogy az elvtársaknak ne essen bajuk ezen a november 3-ai elnökségülésen, vagyis ugye nagyon szűkszavú a jegyzőkönyv, de a lényeg az volt, hogy nem szeretett volna megtorlást azok körében, akik a forradalom oldalán vettek részt. Nagy Imre nem tette azt, amit elvártak tőle. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak külvárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megköntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A legmélyebb nyomot persze minden bizonnyal Nagy Imre kivégzése hagyta Kádárban, akinek még a nevét sem akarta kiejteni. Utolsó beszédében is csak mint az azóta elhunyt személyként említi. Ezért a történetért nagyon sok görög drámaíró, vagy akár Shakespeare is a fél karját odaadta volna. Az, hogy amikor újra temetik Nagy Imrét 89. június 16-án, akkor Kádár János föláll a Kútvölgyiben az ágyára, és elkezd öltözködni.
És akkor, amikor megkezdik, hogy hol megyek, akkor megyek az Imre temetésére, mindenki ott van. Kádár János 1989. július 6-án halt meg, ugyanaz nap, amikor a legfelsőbb bíróság ártatlannak mondta ki Nagy Imrét.